Mai nap egy konzultációt szerveztünk a BKV helyzetéről, és az egyik szakszervezettől kértünk tájékoztatást arról, hogy ők hogyan látják a kialakult helyzetet. A Városi Tömegközlekedésre Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével folyt egy megbeszélés, ahol Gulyás Attila adott tájékoztatást arról, hogy ők hogyan látják a dolgozók helyzetét, hogyan látják a szolgáltatást, és hogyan látják a kialakult helyzetet a BKV környékén. A magunk részéről azért nagyon fontos többek között ez a kérdés, hogy nehogy a BKV ugyanarra a sorsra jusson, mint a Malév, nehogy csődbe menjen. A mi számításaink szerint erre komoly esélye van a BKV-nak. Március végére fizetésképtelenné válhat a cég, amit mindenféleképpen érdemes elkerülni. Mi azt látjuk, hogy egy politikai játszma zajlik, egyfajta marakodás a főpolgármester és Simicska Lajos között, és ennek a marakodásnak az egyik legnagyobb elszenvedője a BKV. Látható módon emiatt a politikai vita belső hatalmi harc miatt egyszerűen nem sikerül szakmai megoldást találni erre a kérdésre, és ennek a kárát azok a közlekedők, akik a BKV járatait használják, illetőleg azok a dolgozók szenvedik el, akik a BKV-nál bármilyen formában is dolgoznak. Ezt a helyzetet tovább súlyosbítja az, hogy a kollektív szerződés is megszűnt, és ezáltal nagyon sok ott dolgozó kollégának a nettó jövedelme is csökken a következő időszakban, ez pedig mindenféleképpen még inkább elnehezíti a megfelelő minőségi szolgáltatás nyújtását. Eközben lehet látni, hogy lenne szakmai megoldás, egyszerűen a kormánynak most tényleg csak akarnia kellene, hogy ez a megoldás életbe lépjen, mi arra biztatjuk a kormányt, hogy ebben haladjon előre. Több problémát is sikerült az elmúlt hetekben úgymond beazonosítanunk, az egyik egy pénzügyi probléma, hiszen egy komoly hiteltartozása van a BKV-nek, ezt mindenféleképpen ki kell, hogy egyenlítse. Emellett látszik, hogy a működést sem finanszírozzák a források és a bevételek. Erre szerintünk nem jó válasz, amit a főpolgármester úr megpendített, nevezetesen, hogy a járat ritkítással próbálnának eredményt elérni és költségeket megtakarítani. Az imént már említettem ezt a politikai belső harcot, ami egyfajta hatalmi marakodás Simicska és Tarlós között. A harmadik az a műszaki, itt azért felhívnám a figyelmüket arra, hogy ezek a költségmegvonások, a források visszatartása, ez a karbantartási költségekben is jelentkezik a hiány, ez pedig akár tragédiához, balesethez is vezethet, éppen ezért életveszélyes, hogy ezzel játszik a kormány. Valószínűleg szerencse és az ott dolgozó kollégáknak a erőfeszített munkája az, ami megakadályozta eddig azt, hogy bármilyen ilyen baleset történjen. A negyedik pedig az emberi tényező, az ott dolgozóknak olyan körülmények között kell tenniük a dolgokat, ami egy kiszámíthatatlan, bizonytalan helyzetet eredményez. Éppen ezért én azt gondolom, hogy meg kell neki köszönni azt a nagyon megfeszített munkát, amit az elmúlt időszakban is végeznek, pont azért, hogy kiszolgálják a közlekedőket és minden balesetet elkerüljenek. Ezért nem nettó jövedelem csökkenés lenne a jussuk, hanem sokkal inkább köszönet ezért a munkáért. Lenne néhány javaslatunk is. Az egyik az az, hogy a főváros ne a BKK-ra költse a működési költség szempontjából azt a 4 milliárd forintot, amit megítéltek, hanem sokkal jobb helyütt lenne ez a pénz a BKV-nál, hiszen ez a BKK ez egy 100 fős vízfej, aminek sem értelme nincsen így ebben a formájában, épp ezért érdemes lenne ezeket a forrásokat átcsoportosítani a BKV-nak. A másik, hogy az állami források kiszámíthatatlan utalását azt be kéne fejezni. 2009-10-11-ben volt egy olyan átlátható prudens rendszer, ami elfogadható volt az Európai Unió szabályai alapján is, ami az állami források támogatását kiszámíthatóvá és átláthatóvá tette, vissza kéne térni ehhez. Kollektív szerződésről érdemi tárgyalásokat kellene folytatni az ott dolgozókkal, és azt is javasoljuk, hogy az IMF EU forrásokból a kormány a tömegközlekedés újra struktúrálása és a problémák megoldására is fordítson forrásokat, hiszen nem csak a budapesti közlekedési vállalatnál van gond, hanem a vidéki volántársaságoknál is hatalmas a gond. Látható módon ott is állandó veszteségfinanszírozásra kell berendezkedni, és könnyen lehet, hogy a vidéki volántársaságok is hasonló sorsa jutnak. Mi többször érdeklődtünk az illetékes minisztériumnál, hogy mi az álláspontja, hogyan akarják a vidéki tömegközlekedést
újjászervezni, megoldani a problémákat. A válaszból az derült ki, hogy nincsen semmilyen koncepciója erre a kormánynak. Márpedig a munkába járás, az ügyintézésnek vidéken sok helyütt ez az egyetlen eszköze, már a tömegközlekedés. Éppen ezért választ kéne adni olyan kérdésekre, hogy mi lesz a járás sűrűségével, mi lesz a vidéki menetrendekkel, milyen műszaki állapotban vannak ezek a járművek, és hogy a működési költség és a szükséges fejlesztésekre honnét lesz pénz a vidéki társaságoknál. Éppen ezért mi azt kezdeményeztük, hogy egyik és nagyon fontos probléma a budapesti közlekedésnek, a rendbetétele, a BKV helyzete, de ugyanilyen fontos az, hogy a vidéki volántársaságoknál is a kormány minél gyorsabban kezdjen egyfajta konszolidációs programba, ami lehetővé tenni azt, hogy az emberek vidéken is megfelelő minőségben tudnák igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Ennyit szerettem volna gyorsan is